126. Zsoltár, a grádi éneke. Mikor visszahozta az úr Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással, akkor így szóltak a népek, hatalmasan cselekedett ezekkel az úr. Hatalmasan cselekedett velünk az úr, ezért örvendezünk. Hozd vissza, Uram, mi fogjainkat, mint patakokat a déli földön, akik könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd, aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve. Mindössze ebből a hat versből áll a 126. Zsoltár, amit ma reggeli dicséretként felolvastam, Csodálatos zsoltár ez a vigadozásnak, az örömnek a zsoltára, ahol egybejátszik a sírás és a nevetés. Mert a zsidó nép 70 éves babiloni fogsága annak volt tulajdonítható, hogy annyira eltorzultak erkölcseikben, annyira nem vették tekintetbe, hogy választott nép, és a választott népnek nem büszkélkednie kell, vagy nem más népekhez igazodnia, hanem Isten törvényeit követni, de hittel, meggyőződéssel, nem külsődlegesen, nem formálisan hanem megmutatva azt, hogy amire ember lehetetlen, amire emberi erő nem képes, az Istennel együtt lehetséges. Ahogy Jézus később mondja majd Máté Evangélium a 18. fejezetében. Tehát a 126. Zsoltár, a vigadozás, a hazatérés, a 70 éves babiloni fogságból való hazatérés Zsoltár, amikor a népek is, a környező népek is el kellett, hogy ismerjék, hogy hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr, mint hogy mi is magyarok visszatekintetünk, hogy mi is azért megszabadultunk egy tatárjárásból, kijöttünk egy török dúlásból, véget ért a Habsburgok hegemóniája is fölöttünk, de hogyan mondja a Endre, olyan név vagyunk, aki uralkodást magán nem tűr, de szabadságra érdemetlen. Bár csak érdemes lenne a szabadságra, akár egy ember is jól használná fel a szabadságát, hát ha már ezt egy családról, vagy egy városról, főleg meg ha egy népről állíthatnánk, hogy megbecsüli a szabadságot, és nem egymás torkának rohan, hanem válvetve építi a hazát, a munkás, pór, szegény, bár észrevétlen dolgozik a hon derületén, ahogy Vörös Marti csodálatosan mondja a gondolatok a könyvtárban című hatalmas nagy versében, ezt mondja el ez a Zsoltár a befejezésében valami csodálatos képpel, hogy akik könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak. Sokszor az életben a kezdet is nehéz, de a folytatás is nehéz. De ha vállaljuk mind a nehéz kezdetet, mind a talán még nehezebb folytatást, akkor egyszer majd vigadozással lesz az aratás. De aki nem vállalja a küzdelmet, nem vállalja a fáradozást, nem vállalja akár a szenvedést is, az nem fogja megizlelni a célba érkezésnek, a győzelemnek se a jó ízét. Akik könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak, bár csak sokszor eszünkbe jutna ez a Biblia vers, hogy ne sajnáljuk a küzdelmet, ne sajnáljuk az erőbefektetést, ne sajnáljuk a, a, akár mondom a szenvedések, amelyekben ott lehet a lenézés, a félreszorítás, a lekezelés, a, minden sok rossz ott lehet, de az ember, mint a jó autóvezető is, ne csak 20 vagy 50 méterre lásson előre, hanem nézen 100 méterre, 200 méterre előre is, és Jusson eszünk be a nagy ige Jeremiás próféta könyvéből, amit Isten így mond, tudom az én gondolataimat ti felületek, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Sokszor a jelenünk nem kívánatos, sokszor kibújnánk a bőrünkből, csak hogy a jelentnek kellene átélnünk. De akik átélik a nem kívánatos jelent, azaz annál kívánatosabb végben is részesülni fognak, mert hogyan is fejeződik be a Zsoltár, aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévét emelve. Ez a Zsoltárok csodálatos paralelizmusa tulajdonképpen az előző ötödik verset ismétli, meg a hatodik csak más szavakkal nyomatékos ad ennek, hogy aki könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd, aki vetőmagját sírva emelve megy tova, az vigadozással jön elő, kévét emelve. Kívánom mai napotokra, de inkább így mondanám a mostani életszakaszotokra nézve is ennek az igének a beteljesülését, amelyben együtt jár a sírás és a nevetés, a bánat és az öröm, de hát megtanultuk a második Korintus levél hatodik fejezetéből, hogy kik a hívő emberek, akik bánkódók, noha mindig örvendezők.